Életveszélyes volt a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszer, 700 milliárd hiányt találtak. Ezt mondta a nyugdíjvédelmi megbízott. Selmeci Gabriella szerint a pénztárak magas működési költsége, illetve az, hogy nem csak magyar állampapírokba fektettek, a GDP 3%-ának megfelelő összegbe került. A kormányzati ellenőrzési hivatal vizsgálja a pénztárak működési költségeit, vagyonkezelési díjait, és a vizsgálati jelentést a kormány a parlament elé terjeszti. Négy pénztárat egyébként a pénzügyi szervezetek állami felügyelete arra kötelezett, hogy számolják újra a korábban kikalkulált reálhozamot. Binder István a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az imént politikai szempontból már beszéltünk erről a bizonyos mi lett volna, ha állampapírban meg eltőzték, és így tovább kérdésről Mesterházi Attilával, de most hagyjuk a politikát, engem csak a számok és a törvények érdekelnek az ön esetében. De a magánnyugdíjpénztáraknak azt, hogy mennyi állampapírt vesznek, vagy mennyit forgathatnak a pénzből a tőzsdén, azt ugye törvény írta elő. Így van, ezek a törvényi szabályok ugyanakkor folyamatosan változtak a elmúlt 13 év során. Összességben azt lehet mondani, hogy a kezdeti években szigorúbbak voltak a szabályok, tehát ott inkább a kockázatos papírok maximálását. Hát az elején csak államkötvény volt. Jellemzően igen, utána ez egy fokozatosan nemzetközi részvények felé, hazai részvények felé egyre nagyobb teret engedett, és a választható portfóliós rendszer bevezetésénél pedig ott meghatározták, azok ugye különböző befektetési kosarakat jelentenek, ott is meghatározták ezeket a mértékeket. Hát ugye a hazai piacon való kereskedés, hazai papírokkal való kereskedésnek nem más volt a célja, mint az állampapírokkal való kereskedésnek. Kis túlzással, mert ezért kettő között van különbség, de a cél az azonos volt, hazai, tehát az állampapírok eset, vagy a tőzsde esetében a hazai tőzsdét felpörgetni, a hazai vállalatokat, a hazai paketteket, a hazai papírokat. Ezért volt ez megszabva. Hát én azt gondolom, hogy másik oldalról biztonsági intézkedés volt. Valószínűleg a jogalkotó kezdeti években még úgy látta, hogy a nemzetközi részvények, vagy akár az ingatlanoknak az aránya az kockázatos lehet bizonyos befektetéseknél, azután ez egyre, ahogy említettem, egyre inkább oldódott. Tehát akkor most én mondom a politikai részét, és nem ez a kérdésem, tehát akkor, amikor kiáll mondjuk Selmeci Gabriel, aki politikus, és azt mondja, hogy ha állampapírt vettek volna végig, akkor ugye 700 milliárd forinttal több lenne most a vagyon, ami azt jelenti, hogy 10%-kal kevesebb lenne az államháztartás, az államadósságunk. Tehát amikor ezt mondja egy politikus, akkor egész egyszer nem mond igazat, mert hogy ez nem a pénztáraknak volt a happy-e, hogy na jó, most két évig állampapírt vettem, tudjátok mit? Vegyük tőzsdére. Tehát ez törvény írta nekik elő. Hát törvény írta elő, és a felügyelet pedig azt ellenőrizte, hogy ezeket a limiteket, a mindenkori limiteket, azt nem lépik-e túl ezek az adott pénztárak. És az eredmény mi volt? Tehát, hogy átlépték ezeket a limiteket? Hát előfordulhatott, hogy átlépték. Ugye most néhány héttel, néhány hónappal ezelőtt jelent meg az a hír, hogy a felügyelet négy pénztár esetében bizonyos indokolatlan vagyonkezelési költségeket állapított meg. Ezek közül az egyik pénztár esetében azt is megállapítottuk, hogy mivel ott külföldi vagyonkezelőt is igénybe vettek, ott bizonyos limiteket, bizonyos mértékig újították. Ez igen, van, ez bírósági per előtt van. Korábbi években is ilyen előfordulhatott, ezt most nem tudom felidézni, de természetesen a pénztárak ezt folyamatosan érezték, ezt a felügyeleti kontrollt, tehát ezt mi rendszeresen ellenőriztük. Tehát nem valaki hasraütésszerűen mondta azt, hogy jó, akkor vettem 10 állampapírt, akkor most mit csináljuk ezzel a befizetett pénzből, viszem és eltőzsdézem. Ezt mindig is törvény szabályozta. Mi a helyzet a működési költséggel? Azt is törvény szabályozta. Ma azt mondta Selmeci Gabriel, hogy 150 milliárd forintot fordítottak a pénztárak működési költségre 13 év alatt, ami horribilis összegnek nevezhető. De hát ez is meg volt szabva, hogy mennyit használhatnak a működési költségre. A 150 milliárd az a működési költség, és még körülbelül egy olyan 80 milliárd lehetett vagyonkezelési. Tehát összességében a mi számításaink szerint ez egyébként a honlapunkon fönn van, ez olyan 240-250 milliárd forint lehetett az elmúlt
van 13 évben. De ez is meg volt szabva, hogy ezt mennyit használhatnak? Hát gyakorlatilag százalékos mértékekkel meg volt szabva, és azt lehetett megfigyelni, hogy a mindenkori jogalkotó ezt egyre lejjebb szorítja, egészen a mostani tehát egyre jelentős... kevesebb pénzt kérhettek a működési költségre. Igen. Ugyanakkor az is eltérő volt, hogy például egy pénztár ezzel mennyire élt. Tehát azt, hogy a működési költség adta lehetőséget, mennyire használja ki egy pénztár, ez meglehetősen eltérő volt. Voltak olyan pénztárak, nem is kicsik, sőt, nagyon sok nagy pénztár, amelyik mindig a törvényi maximumot kihasználta. Voltak olyan pénztárak, amelyek viszont mondjuk akár kisebbek voltak, akár mondjuk ágazati, szakmai hátterű pénztárak, ők meg nem használták ki. Ezt a felügyelet minden évben közzétett az úgynevezett díjterheléses mutatójában. Szerintem ez egy legalább úgy fontos mutató volt, mint a hozammutató, és mi azért tettük mindig közzé a honlapunkon, hogy a pénztár tagok így is döntsenek, hogy melyik pénztár mellett tartanak ki, vagy melyik pénztárnál búcsúznak. Világos. Ráadásul azért is csalókák a számok, mert egyszer vissza lehetett lépni már, korábban volt ilyen lehetőség az állami rendszerbe, akkor közel 160 ezeren ezt meg is tették, tehát hogy az ő pénzüket erre hogyan számoljuk, hova most akkor államiban, vagy mi, tehát volt már egy elszámolás. De mindegy, ezt majd a politikusok tovább vívják ezt a csatát. Azt mondja meg nekem, hogy az eddigi vizsgálatok, azok mit bizonyítottak, azon kívül, hogy tőzsdésztek, az lehetséges, mert ezt törvény megszabta, mint lehetőséget, és az nem egy ördögtől való tevékenység egyébként a tőzsdén forgatni pénzeket, de az, hogy eltőzsdészték a nyugdíjpénzt, ez a PSM vizsgálatai szerint ez a kijelentés igaz, hogy eltőzsdészték? Tehát mi ilyen típusú vizsgálatokat nem folytatunk, a miniszterelnöki megbízott asszony szavaiból is az derült ki, hogy ezeket a KEHI vizsgálja. Mi azt vizsgáljuk, amiről itt az előbb is beszéltünk, hogy a törvény adta lehetőségeket, azokat betartották-e a pénztárak, vagy netán történt-e az előbb említett limit túllépés. Ha volt egy adott befektetési eszköznél maximum, felügyelet azt ellenőrizte, hogy ezt bármilyen módon túllépték-e. Mi a helyzet itt, mert most a hozam kifizetések időszakát éljük még mindig, ezzel a négy pénztárral és az elszámolt hozammal, biztos mindegyik pénztár esetében más a helyzet, de hogy tudták elszámolni? Tehát mi valami más időpontot, más árfolyamot vettek figyelembe? Egy kis körről van szó, körülbelül 1500 pénztártagról, és egy olyan típusú körről, akik más pénztárból léptek át, és valamiféle pontatlanság, adminisztrációs hiba, szabálytlanság történt, miközben ők hoztak át természetesen nyugdíjcélú megtakarítást, mégis nullás értékkel kerültek az átvevő pénztárhoz. Tehát ez már a múltban történt, tehát igen. Valaki mondjuk 3 évvel ezelőtt átlépett az egyik pénztárból a másikba, ott úgy könyvelték el, hogy indult nullával, így holott egyébként nem így kellett volna. Így van, természetesen hozott, ez ott ki is derült. Mi már a kezdeti időszakban néhány héttel ezelőtt megkértük a belső ellenőröket, hogy a mi vizsgálataink mellett azzal párhuzamosan maguk is nézzék meg a saját pénztáraiknál ezeket a problémákat, és ezt a belső ellenőrök találták meg, ezért is volt nagyon fontos ez a vizsgálat, ezért kritikát kaptunk özönével, hogy mi hátráltatjuk a kifizetést. Ez azt bizonyította, hogy erre nagyon nagy szükség volt, mert különben a mi tételes vizsgálatunknak kellett volna utólag ezt megállapítani, akkor utólag kellett volna ezekkel a pénztártagokkal elszámolni, abban nagyon sok félreértés vita lett volna, így pedig már kifizetés előtt ezt tisztázni fogják, augusztus végéig ők is megkapják az őket illető reálhozamot. 1500 kifizetésről van szó, de mondhatjuk az összes többi esetében, akár a számítás, a számolás, tehát minden rendben volt az önök vizsgálata ezt szerint? Ezt még nem mondhatjuk. A felügyelet természetesen, hogy említettem, a saját vizsgálatait végzi. Ez azt jelenti, hogy sok száz tagnak az aktáit szúrópróbaszerűen ki fogjuk emelni kifizetésekkel kapcsolatosan, és végignézzük, hogy az ő esetükben az a tag annyi hozamot kapott-e, reálhozamot, ami neki jár, hogyha egyedi problémát látunk, abból rendszerhibára is fény derülhet. Ez egészen őszig el fog húzódni, ha problémát találunk, természetesen fellépünk, rendezzük a taghelyzetét. Mi pedig majd elmondjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.